Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez az ember? Veled is volt már, hogy nem volt sehogy? Ember Energy Drink. Ez Odabossz. Szevasztok, srácok! Üdvözöllek! Hello, hello! Aha! Sztori lesz! Ah! Edinak össze a 25-öt Tibi a Corleone házból. Egy pont a Gripendélnek. Hónajszag Leviosa! Hello mindenkinek, Magyarország egyetlen igazi streamjén, mert a többi szar, ugye? Észre se vetted a zeneváltást, genyó! Észre se vetted! Hello mindenkinek, szevasztok! Befejezitek? Kiéltétek magatokat? Faszomba már! 10 millió forint! Új matematikai 10 millió. Mi a faszom van beled? Mik vagytok ti légtelenítő szelepek? Fütyültek itt, baszd meg! Mi van, nagy celebek, ha? Nagy celebek! Azt hülyét csináltak belőletek tegnap, basztalak meg mindjárt jókatokat. Sose. Leszánalmas volt, ha? Nem felejtettem, hogy hogy bántatok velem tegnap, haha. Nincsen felejtve amúgy. Szvági, honnan szeretném? Eláruntatok. Eláruntatok, buzik. Eláruntatok. Féltékeny vagy a dokinőre. Vágom, miről van szó. Pulykázást akarsz te is, igaz? Kölön a pulyka? Mi? És ha igen? Erről van szó. Megmondalak a Lajosnak, te csalpanő. Meg a dokinőnek is. Állj le, he! Kezet emelsz! Nem pekszöl el? Állj le, mert 180 centig lábban popozok. Jó napot kívánok. Jó napot, uram! Bonjour, nem tudják, ez a Mateszowski utca? Neked is, Erzsi. Kiszállhatunk nem beszélgetni egy-két szót? Hát szálljon ki. De kéne egy kis apró. Mert megyen a vonat, azt a tevéket meg otthon felejtettem. Azt nincs egyre pénzem. Hallod, figyelj, ez nagyon hasonló. Figyelj rá. Nagyon hasonló. Mutasd már meg a képet még egyszer. Na várjál. Valakit keresnek, gondolom engem, akkor ez valószínűleg azt. 500-ba kerül a jegy, kéne hozzá 2000. Ki kéne pótolni, már csak 2000 hiányzik. Egy kis türelmet kérek. Hasonló. Nem tudom. Mire hasonlít? Miről beszélnek eddig? Engedje meg, hogy megkérdezzem. Igen? Megfeleltem a küldőt. Maga? Juan Pablo Álvarez Carlos Daniel Esmeralda Puniella? Ez így van, de Tonyásos Tonyási. José Armando, Martínez, Álvarez. Elnézést, uram, ez nem egyértelmű. Carlos Daniel. Ilyen sok neve lenne? Hát nekem nem csak a nevem, sok testrészem. De figyelj már, föl vagy fújodva, mint a kétnapos kenyér. Mi van veled? Alkohol problémák? Vagy mi a gyász? Cipó, sok mi volt. Ez a cipó arc, he? Be vagy vacsorázva rendesen. Jó világban. Mi? Uram, igen. Jöjjön már, nézze meg ezt a képet. Gazdag házból jöttem. Milyen nézze házból? Csak meg. Megismeri magát, szerintem ez egy pár éves kép már van. Nézze csak meg. De jó képű ez. De az, hon készült ez a kép? Mondjon már róla valamit, mert nincs rajtam az olvasó. Ez a rendőrségtől kértük ki a személyt, mikor csinált a személyt. Az Isten megbassza, az nem én vagyok akkor. Hát pedig nagyon hasonlít. Na jó, hát hasonlít, hát jó van. Hát biztos úgy gondolja, hogy nem maga az, mert akkor mondanám a további híreket, amik elég pozitívak magára nézve. Mert? Milyen pozitív? Halljuk a lényeget. Hát, hogyha nem érdekli, akkor lehet, hogy inkább továbbállunk, mert ez így na jó, először nem egyértelmű. Adj egy cigit. Te rozmár testű. Na, azt mit akarsz akkor? Te kölyök fóka. Uram. Igen? Hadd kérdezzem meg még egyszer, és igennel vagy nemmel válaszoljon, kérem szépen. Hát de bassza meg a jegesmed, de honnan... Maga tudja? Juan Pablo Álvarez Carlos Daniel Esmeralda Puniella? Igen. Így van. Így van. Sniper, mester, lövész a legjobb a világon. Így van. Ez én vagyok. Keresünk egy örököst, aki... teljes mértékben hasonlít önhöz, viszont nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg maga ez, vagy nem. Ezért kezdtük azzal, hogy megpróbáltuk név alapján beazonosítani. Hát az vagyok akkor. Mit kell örökölni? Ha jól látom, ön örökölt
$10 millió. Ezt így emésze meg. Az anyámat, hát, add már ide, pont kéne, arra van szükség. Kinéztem egy kocsit. Jól látom, van ennek 6 darab vagy 5 darab kocsia, és egy helikoptere is. Van egy ingatlanja is. Nekem-e? Hol? Ha gondolja, akkor el is vihetjük önt oda, és bemutatjuk önnek az ingatlant is, és a személyzetet is. Személyzet is van, hát? Minden. Biztonsági őrök, kertészek meg is lehet teljes baszni házi őket. Személyzet. Meg lehet baszni őket? Végül is minden a zené. Egy kérdés van a zenéről, tudom is. Elmondja az öreg a hírt a többieknek, hogy nem. Lájkkal és szívvel tudtok szavazni. Most jön az a visszavágó a köcsögöknek. Majd kiközösítem minden. Akkor ha megengedi, uram, akkor kinyitnám ennek a kocsi ajtaját és elindulhatunk az ingatlanja fele. Na jó, várjon az én a barátaimnak még. Az a helyzet, hogy van akivel rosszban vagyok, szóval a párnája alá szarnék búcsúzóul. Rendben? Egy pillanat és jövök. Egy kurvát is szeretnék a hátsó ülésre, mire kijövök. Maláj kurváról lenne szó. Mindenféle színűt szeretnék. Az otthon várja hálószobájában, uram. De most le kéne cigizni, amíg hazaérünk, mert feszkós vagyok itt a nagy ingerekre. Hívd már fel a lakást és ködj le őket egy kocsival. Az öreg egyből nyerekbe érzi magát. Sziasztok, figyeljetek már ide. Jaj, állj meg. Figyeljetek már rám! Hát te egy... Szevasz, mondjuk. El kell mondanom valamit. El kell mondanom valamit. El kell mondanom valamit. Igen? Most ide jöttek az emberek, hogy azonnal el kell hagynom a várost, mert beteg vagyok. Ragályos betegségem van. Így van. Ragályos betegségem van. Nagyon fogtok hiányozni, de most el kell, hogy menjek és soha többet nem találkozunk. De hova mész? Nagyon fogtok hiányozni. Mehetünk veled! Az örök vadászmezőkre. Nem jöhettek sajnos. Nem. Most hívott anyu. Nem mehetünk veled. Anyu rám csörg. De ha beteg vagy, dobott akkor egy bémát. A sóráidban a barátaidra felett a helyed. Hát igen. Meg. Így van. Pontosan. Hát így van. Dobott egy BH-t, azt visszahívtam. Mondta, hogy amúgy tudod, hogy gumibakon vagy, mint egy széthajtott rendszerváltás előtti szippantósifa? Én megmondtam a telóba, tudod? Mondom, kajak, ezt mondod? Honnan? Láttad a leleteim? Azt mondja, a tüdőszűrőm volt át tegnap Sziget-Szent Miklóson, amikor jelentkeztél oda abba az étkezdében minimál béré. Mondom, kajak, azt hozzátok küldték? Mondja, igen. Azt mondja, tudtad, hogy egy 75 centis lapos tányérnyi dagorat van a tüdődön, és tulajdonképpen te már halott vagy? Mondom, ne basz, geci, kajakra. Szétbasz az ideg, habzik a hátam, geci. Mondom, csihagyjatok le, elköszönök a barátaimtól, koporsót már nem is veszek, úgyhogy most meghalok, kösz, hogy velem voltatok az elmúlt időszakban. Te öreg, nem az nyáron van, uráim van. Sziasztok! Észre szeretlek, öreg! Geci. Sziasztok, hello. Márjatok már, mert elfelejtettem mondani, hogy egyébként hazudtam az előbb és meggazdagodtam. Szóval... majd Tali. Hello! Micsoda! Szabasz öreg, hiányoztam. Éj, agyász meg már. Mi most? Látom, jól megy öreg, jól megy, jól megy, úgy látom. Azt tudom, jó. Kicsit eltűnök és akkor te ilyen gazdag ember lettél. Megveszlek kilóra, Dick. Nézd már szét. Mit parancsol, uram? Semmi, csak egy dalt írok. Megveszlek kilóra, nézd már szét. Elteszem zsebre a hatalmas lét, elő nyomom a szádba a brét, mert ilyen rapper vagyok, MC Tonyás. Érti? Ugye mondtam, hogy művész lélek. Az vagyok, hát. Na, hogy elvegyem a pénzed, öreg. Na. Ez most a refrén lesz? Flagma vagy, öreg. Nem vagyok flagma, szerény vagyok, mint a nyúl a hurokba, ezért élek mindig, csak segszak burokba. Minden rendben, uram. Mondom, írom a zenét, nyughasson már le. Megjöttünk. A biztonsági szolgálatot láthatja éppen. Jó napot kívánok, hát! Mind azért vannak itt, hogy az ön testi épségét megőrizzék a lehető legnagyobb mértékben. Az anyámat 1954, pont mikor születtem, hát. És a faszom is akkora. Isten éltesse még legalább annyi megjöttek, készültség. Baktáló. Na jó, figyelj ide! Parancsoljon, öröm. Most te jó Isten, srácok, nem mondjátok komolyan, hogy a tegnapi nap margójára most meg ide, hogy ő az új főnök. Figyelj ide! Na, ne szemtelenkedjél. Bedle a nadrágodat. Én nem, uram. Bedle a nadrágodat, megmondtam. Ha ezt kéri az uraság. Kabátodat is. Ról leveszem. Jó. Most a faszodat hátrahajtod, mintha pináld lenne. Világos? Most azonnal. Értettem, uram. Kövesd az utasításokat. Betközle.
Jó, akkor levetkőzöm. Azt nem is kell hátrahajtani, innen is úgy tűnik, mint a pinád lenne. Engedelmével megmutatnám most a házat. Na jó, várjunk egy kicsit, mert még nem végeztem ezzel a szemtelennel. Térdeljél le, mint egy kutya, és gyere utánam és ugassál. Világos? Na jó, van, én értem, hogy ezek menők, de hát mégiscsak a ruszki technikába hiszek. El kell adni a gyászba. Lazákat ide sorba minden. De miért akarja eladni őket? Hát végtelen pénzzel rendelkezik. Na csúnya, hát de nincs hely neki. Akkor gurítsák le az árukból a faszomba a domboldalon. Itt ladák álljanak, ladák, meg disznyószállító pick-upok. Ez mi ez a nyaraló, hát? Kutyaház ez, vagy mi? Ez az egyik nyaralója, uram. Uram, jön utána, uram, mutatjuk. Hát a cipőimnek elég lesz. Önök menj előre. Geci. Imádom az öreget, komolyan. Kövessen, kérem. Egyből átszellemült, baszd meg. Éhá, ez ki az a buzi a falon? Az előző tulajdonos, a felmenője. Ő nagyon kedves. Ez a felmenő, ez a hamutartó szájú. Érdekli, hogy hogy hívták? Hogy hívták? Ő, az neve volt Drain. Inkább az lett volna neve, hogy Brain. Mert tudja, hogy buzi volt, az belegugolt néha. Ha kívánja, eltávolíthatjuk a képét a falról. El ki kell hajítani. Hungarian famous streamerek képét kell ide rakni. Ember Energy drinkek képét, mert az a legjobb energiaital, értesz? Hát ez nem rossz. Baszható. Késő után neki mennék. Ez biztos, hogy be van a kézbe, geci? Akkor a pupillája, mint egy lapos tányér. Ez állítom, ez a tavalyi csalánszopó verseny győztesedik. Föl van pumpálva a szája három bárra. Hát nem rossz, egynek elmegy hát. Azt mondom. Engedelmével tovább mutatnánk az ingatlan. Azt mik azok a csalánok? Éj, Baktánó! Mi a helyzet? Conchita? Mennek Genevieve-t. Micsodát? Genevieve. Jó napot kívánok, Jeanette! Mi a helyzet? Köszi! Mi a helyzet, Zsankó? Durran a szádba a bankó? Ne haragudjatok, Geci, de... Mi a kérlek, Genevieve, reagálj a kérdésekre. Jeanette, mi van veled, ha meg vagy dermedben, mint az izé... Meg van szeppen egy kicsit. Egy kicsit megijedtem, most őszintén megmondom. De alá feszítenék, Zsanette. Nem számítottam vendégekre, hát ha tudom, hogy vendégek jönnek, nekiállok köszönét is. Na jó. Előttük egy kicsit, Geci. Ezt nem bírom. Azt figyelj már, Zsanette, föl van polírozva a pult, ha látom csillog, mint egy lakodalmas lónak a pasza. Uram, ő az ön új bejáró nője. Na jó, hagyjanak magunkra egy pillanatra, mert bizalmas információt kell megosztanom a Zsankóval. Szétbassz az ideg. Menjenek kifele, jó? Genevieve, csak tisztelettel, oké? Kifele, kifele. Add meg neki, ami kell. Azt mondja, add meg neki, ami kell. Azt figyelj már, Zsankó. Most nem rosszból kérdezem, de szétbaszott az ideg, mert látok egy retekfoltot itt a pulton. Gyere már közelebb, hogy ne hallják, hogy súgok a fülembe valami. Készüljél, mert habzani fogsz, mint a rendszerváltás előtti szappan itt akarsz maradni. Minden kapu kitárul, érted? Csak mondom, jelzem előre. Nehogy probléma legyen. Néha be kell menni, olyan, mint a gyógyszer, érted? Néha rá kell venni magad, az nem lesz probléma. De azt remélem, a bozót le van nyírva oda lent, mert nem szeretem a dzsungel környezeteket. Értesz? Csapd le bozót, az lesz minden oké. Okay. Figyelj már, bajusz! De most itt a piacon vagy, meg mi? Ha? Nem, wow. Na, azért mondom. Snoopy, nyugodjál le. Engedelmével tovább mutatnánk a ház. Dik az a Csona Liza? Há. Ezt ösmerem, ez hajdúböszörményi volt. Na jó van, menjünk tovább. Mi van még ebbe a putriba, ebbe a lelakott izébe, sufniba? Az öreg besétál a hidalóba, azzék. Mennyit keres a bajusz? Ő évente 45 000 dollárt keres. Az nagyon sok. Ezért? Figyelj, de most megszorítások vannak, bazd meg. Nem hallottad a kaptás vállalkozóknak is milyen izé van, szopás? Te meg itt keresed a 45 000-et? Ha? Mit gondolsz, én fogom kifizetni az adót helyetted? Ne idegesítsél, megkömpelezni a fizetést. Figyelj, ma hazavihetsz néha egy hozzá ételhordót, azt majd a Zsanett csinál neked borsófőzeléket fasírtan, azt abból viszel haza. Jó? Hát... Ha nincs más, akkor beérem ezzel is. Wow, felesírom. Wow. PR fizetését megfelelsz. Na jól van. Éhe, mi ez a lábbosú? Mora, ez a kacsa úsztató, há? Hol a medence? Figyelem rám, mindenki, aki itt van, egy ugrás fog végrehajtani. Rendben.
És pontozni kell. Húzódjunk félre. Pontozni kell. Oké? Okay? Rendben van. Előkészülök, oké? Okay? Imore. Kiropogtannak csontjaim. Azt a kurva. Na. Hol van, uram? Persze, csak hát bemelegítek hát. Készen álltok? Készen vagyunk, uram. Mehet. Hát mehet. Azt a kurva! Na, ki hány pontot hát ez csodálatos volt. Hol voltam, mint a csikó? Mint a csikó? Szevasz, testvérem! Kapcsold már ki azt a porszívót! Uram, miben segíthetek? Én vagyok itt Bálint gazda, a kertész. Figyelj már, de Bálint gazda! Azt mennyit keresel? Igen. Jó, be vagy uzsodnázva, hát? Csak kérdezem. Hát igen, itt tudja, elég jó ellátás. Kapok reggelit, ebédet, meg vacsorát, de hát meg is látszik rajtam. Hát ezt megkőpelezni? Hát ki vagy hízva, mint egy izé? Kölyök rozmár, bazd meg. Hát igen, tudja, így is. Most kellett új ruhát rendelni, mert ez már kicsi, és így 3XL-es mondtam, már hogy rendeljenek már le nekem. Messziről azt hittem, egy kinder tojás van partner nadrágba. Közelem hát jöttem, csak akkor veszem. Láttam, hogy mozog. Ezt bekülfejezni. More. Rendben van, uram. Na jó van, csináljad tovább, nagyon jó porszívós vagyol. Fókuszpól. Ez a gardrop hát. Igazából arra így gondoltunk, hogy ez lesz, ez a hely fog szolgálni az ön hálószobájának. És igazából itt minden is van. Gardrop, fürdőszoba, nappali. Legújabb LCD TV. Legújabb LCD TV? Dolgozó rész. Így. Spornó csatorna is van meg minden? Ma este már rá akarok rántani itt a nagy poreszra. Csak mondom. Intézkedem. Nagy lókufirc meg minden legyen. Potkányba száns. Figyelj már ide, Zsankó. Igen? Őszinte legyen, nézz a szemembe, ha vagán vagy. Ha van faszod, illetve... Na nézz a szemembe. Figyelj már ide. Most őszintén begyövök neked? Nézd meg, ha milyen mellizmom van. Nem kell hazudni. Nem ilyen, semmit nem szabad ilyet mondani. Milyen? Miért nem szabad mondani? Csak őszinte legyen, mert meg leszel botozva. Hát, őszintén megszólva, igen, elég helyes az ilyen. Így is úgy is meg lesz botozva, csak nem mindegy, hogyan. Uraság, igen? Nézés, hogy közbe zavarok. Elvileg állítólagos barátok keresik kinn a kapunál. Barátok? Hát sose voltam barátaim, hát. Rendben, akkor kiiktatom őket. Kiiktatom őket. De nem, azért nem kell erőszakosnak lenni. Mit keres itt a rendőrség? Jó napot kívánok, uram. Én Dragunov kapitán vagyok, a városi rendőrségtől, a kollégáim pedig ehhez nincs joguk. A pénzügyi hivataltól, a számbevőszéktől, valamint az adóhatóságtól érkeztek. Nyugodj már le, Rozmár, állj már le, hát nem látod, mi folyik itt? Meghalt a családunk. A családban meghalt mindenki, azt gyászolunk, azt ide szólod a képedet. Ön ennek az ingatlannak a tulajdonosa, uram? Ő az, nem. Ő az. Dehogy nem, én szolga vagyok. Jó napot, uram. Akkor kicsoda? Cipőjét elvihetem. Hát. Megkérdezem, hogy vezessek ki a munkatársait, és ön, és mi maradjunk csak benn, mert ez így itt nem lehet megbeszélni. Főnök úr, elvehetek. Ilyenek szívesek, itt az ajtó előtt várakozzanak. Jó, amíg elmegyek, rendben. Tisztázzuk a tulajdonosi jogokat. Engedje meg, kérem, hogy megkérjem ön arra, hogy ha az úrhoz beszél, akkor minimum miszternek hívja. Így van, hát. Kihez? Monsieur Mr. Tonyásos Tonyási Sniper Group mesterlövész vagyok. Hello. De az úr az kicsoda egyébként? Terminátor 3. Tehát én még mindig az ingatlannak a tulajdonosát keresem. Hát maga? Ő az örökös. Én vagyok az, hát. Gróf Terminátor 3. Azt akarja vele beitetni, hogy... ez a tornacipős, koszos, pólós, mosatlan hajú, bizonyos úri ember, mint a tulajdonos. Ez a hobbim, há, hogy hajléktalannak adom ki magam, és akkor mi van? Ha? Először is meg kell kérnem, hogy távozzanak a lakásból. Ez az egyik, és esetleg eldöntjük, meg az Isten megbassza egyébként. Megbeszéljük az örökössel, hogy akar-e magukkal beszélni. Hogy a cipőjüket nem vették le ezen, Olaszországban polírozták ezt szájjon ezeket a parkettákat. Mit képzelnek maguk, hogy összejárkálják? Itt nem így működnek a dolgok. Az Isten megbasszal. Az otthonába. Nem tört be senki, a biztonsági szolgálat engedett be. Felmutattam nekik a hivatalos papírokat, ők elfogadták, és mi bejöttünk. Nem te vagy a videós? A Beke? Ha. Csinálunk egy közös képet? Akkor meséljen nekik az ön által most így bemutatott nagy vagyonokat.
Tehát ezt az ingatlant azt állítja, hogy örökölte? Nem tudom. Mert egyébként az úr az ügyvéd egyébként? Maga? Vagy valami könyvén... Fejezzétek már be, baszd meg! Illetve... Nem tudjátok komolyan venni! Na most elmondom, hogy az úri emberben nem ismeretlen a rendvédelem számára, tehát nagyon sok esetben előállítottuk mindenféle bűncselekmény alap és gyanújával. Miért kell csinálni a feszültségeket? Most mi a problémád? Mennyi pénzt kell? Mondjad hát! Mondjad, baj ez! Mennyi pénzt kell, hogy lehiggadjatok, azt eltakarodjatok a faszba innen? Tehát felajánlasz nekem egy bizonyos mennyiségű pénzt, hogy tekintsek el a házkutatásról? Ez egy kérdés. Ezt akartad mondani? A mondatban benne volt, hogy tekintsél? Mondd ki az élest. Igen. Adok neked pénzt, azt elhúztok a faszomba. Menj. Azt elfelejted az egészet, hogy itt jártatok, mert minden faszomba. Oké? Okay? Ezzel már csak egy baj van. Mi? Látod itt a felszerelése, mert itt fölül van egy ilyen kis kerek valami, amit úgy hívnak, hogy testkamera. Figyelj, ez pedig, amit te csináltál, ez most egy vesztegetés hivatalos személy ellen. Nézd meg, gondolom látod? Azért. Látod, azért, most... hogy eltüntesd a bizonyítékokat. Tartozod egyel, azt itt science. Nem emlékszem hát, azért fogok most elvenni egyébként. Ezt most csak így megpróbáltuk. Tudtam, hogy baj van a füled mögött egy ilyen csórónak, nem lehet ilyen kecója. Miről beszélsz? Nézd meg, nem mondom, most már megnézem. Megnézem a saját szememmel. Nézd meg, mi ez hiány. Mi ez, seteményes tálca? Uram, engedje meg, hogy közöljem önnel, hogy tovább indulunk egy másik ingatlanhoz. Ha gondolja, akkor akár indulhatunk most is. Így van. Tü-tü-tü-tü, megérkezett. Az Aris... Öreg! Itt van! Érted? Micsoda? Milyen kölcsön ez mi? Nem tudom kölcsön az. Várjál, nem jut eszembe a neved. Nem jut eszembe a neved. Hogy hívnak? Feri. Te vagy? Na, igen, és ezek mondták urasága, hogy ők a barátai. Feri vagy. Feri vagy? Ez a Giulio. A másik, te meg a fogas, te hogy hívnak téged? Pali? Azt hiszem Pali vagy. Lali. Pali. Itt van a Cékla is. Ilyen barátokról neki. Cékla minden rendben. Figyelj már, Cékla! A gyereksírást nem szerettem! Mondjad öreg! Menj már arrébb, mert összeszarozod az új bötony. Most húztuk le hát. Rendben van öreg, most egy kicsit ébredjél már fel, amúgy mi a fasz keresel? Menjél kifelé, uram! Kifelé! Itt vannak a főnök új... Na jó! Megkérem, uram, mit csinálsz? Várjatok, mert mennem kell! Induljanak kifele! Tele van a hűtő! Tele van a hűtő, azt nem kell valamit hát! Ahonnan jöttek! El... Úristen! Jó öreg, ezt jegyezd meg már! Jegyezd meg! Megérdemlik a gecik! Kik voltak ezek a derokonyaid voltak? Mikor meggazdagszik az ember, mindig hirtelen előkerülnek az idegenek, akiket 10 éve nem látott, bazd meg. Hát főnök. Ez van. De sajnálom őket. Hát tegnap az öreget nem sajnáltad? Bemutat főnök. Megérdemlik a gyászok. Hú, gec, ide jót röhögtem. Ez a lakás bemutató. Testvér. Ez megcsinált idegileg. Így leráztad a barátaidat. Komolyan. Megint egy dalt fogok írni. Ennyit ér a barátság. Mindig már akarod őket védeni. Miről beszélsz? Megérdemlik a brant a szájukat. Mit tettek öreg? Átbasztak engemet. Meg is mutatom a seggemet. Mi történt? Mesélj. Tegnap azt hitték, hogy sztárok. És hogy én majd rájuk várok. Azt mondták, hogy elzavartak mindenhonnan. Érted? Ez lesz a legújabb dalom. Eze. Ez is az a négy. Ez a BDD. Nem erre van a bejárat. Nem az. Hát akkor melyik? Eze. Az a nyáma. Igazából itt szoktak azért milyen lehet, a valóságban milyen lehet egy ilyen házban, aki geci amúgy, nem? Alkohol és drog minden mennyiségben. Azt a kurva. A raktárban 120 kiló fű várja. Azt a kurva. Azt akkor szoktuk elővenni, hogyha buli van. Az milyen ez mind fű? Az a négy. Milyen fű hát? Amit lenyírnak az udvarok. Minek rakják a hát, tudja, amit jó tévesz. Repül, tudja. Komposztálások vannak, vagy mi a faszom? És esetleg van bármilyen észrevétele az ingatlanaival kapcsolatban? Bármi kérése, hát, különlegesség, bármi, amit szeretne úgy alakítani? Na most, lekülnülnöm ide, mert
Megsütött a lap. Üljön el nyugodtan. Azt. Leülhetünk mi is, uram? Persze, hogy én lepronyom, így ne. Én nekem alá kell írni. Alféd a komornék, igazából nekünk mindig a következő lakó, úgymond a főnökünk. Most elmondom, mi lesz, oké? Parancsoljon. Kéne egy 6 személyes kocsi, most azonnal ide a ház elé. És most magányra kell tenni, hogy egyedünk kell lennem. Megvan tankóba? Így van. És van zsebkendőkesztyű tartóba, hát ha ki kell vernem? Így van, van benne. Kéztörlő, nedves, száraz, félnedves. Rendben. Mindjárt gyöbök, csak kocsikázok egyet, hát. Tényleg, nekem elmondhatod, hogy mi történt, ha van valami baj. Semmi, hát, mondom. Valami buzi küldött egy SMS-t. Egy olyat, amilyet te szoktál, hát. Ez már divat lesz, vagy mi a geci? Hát, most nem én voltam. Dehogy nem. Mit írtak benne? Mit írtak benne? Kimurgyelnek a barátaim, hogyha nem megyek oda. Hát akkor menj meg őket. Hát de segítsél már, geci. Adok egy százast. Százast? Hát, egy százas zsepit. Az van itt most a kesztyűsbe. Ha vele mérheted a faszodat, tényleg azokat nem kell. Hát, ez volt a terv amúgy. Sziasztok! Jaj! Jajjon meg! Bassza meg! Feltett kezekkel, de... Véletlenül ráléptem a gázra, hát. Hát igen, véletlenül megszaladt a lába, miért gondoltam. Na, szervusz, öreg! De azt gondoltad, hogy a múltkori után nem fogunk még találkozni. Milyen múltkori után? Nem is ösverlek rá. Ki vagy te? Hát igen. Ez a helyzet. Úgyhogy most növeljük egy kicsit a tétet. Van nekem egy meglepetésem a számodra. Na. Nézzel, csak itt kövessél minket, azt meg is mutatjuk neked. Ezek lopták el a gyógyszert, nem? Aztán milyen az új gazdag élet? Milyen gazdag élet? Hát ki vagyok koppa? Nézd már rám. Azt hiszed, hogy nem derítek ki rólad mindent? Erre vártam már, hogy egy ilyen pillanatot megtaláljak, amikor fogást találok rajta. Na gyere be ide szépen, nézd meg, kik vannak. Egy fogast tudsz találni, az meg Lajos. Hát azt nem, nézd meg, itt vannak, mit látod? Mi van, geci? Jó vagytok? Itt van. Segítsél nekünk, öreg. Nem van, segítsél, öreg. Nem vagy, mi a fasz? Cégla? Jó vagy, Cégla? Te csinálhatod, öreg. Bali, minden rendben? Lóker? Öreg, segíts! Minden rendben velük. Vissza szeretnéd őket kapni, öreg? Mit szólsz hozzá, ha? Hát hogy a passzom benne? De most miért kell csinálni ezt? Akkor légy szíves, akkor prezsáztam, menjél ki ott az ajtón. Ennyi volt a nézés, innentől jön a tárgyalás. Megmentelek Cégla, Pali és Lóker. És Peri. Na jó, van, nem köri terőszakoskodni. Mit akarsz, a pénzt? Pénzpinát? Mikor? Mi az itt a nagy helyzet? Hogy érzi az anyagi helyzetedről, nagy információkat kaptam az informátoromtól. Most százasom. Van két választásod. Az egyik választásod az az, hogy átadod nekem a 10 milliót plusz minden vagyonodat, vagy egy önző faszniszel, amit általában szoktál lenni, akkor viszont a barátom ott a sarokban bedurran, aztán durran a többiek feje. Na jó. De lehet döntögetni. Egy cigit azért elszíhatok, nem? Nyilván tudom, mit fogtok, tehát hogy a barátok. Mondjuk, ha belegondoltok... 300 ember, az a 10 millát választaná, vagy 400 ember. Azért az durva, nem? Már 410 ember. Nem vagyok buzi, de a 20 ezer az 20 ezer, igaz? És van, aki írja, hogy 10 millió az 10 millió. Valaki miért, hogy dögöljenek meg. Na jó, van, figyelj ide! Nem vagyok buzi, de 20 ezer az 20 ezer. Hát igen, értem. Van az a pénz, mindenre van az a pénz, úgyhogy hogy döntöttél, kíváncsian figyelek rád. Azt mondom neked, odaadom a pénzt, akkor ne lereszted őket? Én elereztem őket, add át. De és akkor, ne bárján. Figyelj már ide, akkor odaadom a 10 gurigát, és akkor kisétálunk innen szépen, és nincs lövöldedés, meg semmi, igazán? Először, így van, de először a pénzt érted, ez ilyen a rossz szokás. Mennyi van ott? 9.999.900. Ugye? Ott van a pénz, hát. Hát, igen. De nem tudom, én 10 milliót kértem tőled, érted? Ez nem 10 millió. Hát igen, híja van egy százasnak. Ennyi van nála. Hát, az egy drága százas lesz, úgyhogy öreg, most ezért nekünk térdelned. De... Szépen térdelj csak le, azt hiszed, hogy ilyen könnyen fog ez működni. A rák megeszi, a rák kieszi azt az orosz beledet. Én azt gondoltad, hogy ennyi lesz, hogy átadsz neked 10 millió dollárt 100 hiány? Tudtam, hogy az oroszok kutyák, és igaz is volt.
Nyugodj meg, Pali! Mi lesz velünk? Cékla, hallasz? Nem én vagy ilyen szarrágó, lehúztam 10 misiben, te gyász. Most miért csinálod ezt? Hát, ilyen ez a csórolja veled. Hát, szomorodjál meg. Korrekt üzletet ajánlott, nem teljesítetted. Pusolj már, elindig. Mi vagy, te diktatón? Hát, ez ennyi volt, öreg. Mi a fasz? Menjetek, hozzatok egy zsákot a fejére. Aztán ilyen szórakozunk vele is. Most lelőttétek őket a kurva anyátokat, basszátok, teherbeti bocskos orosz. Tudjátok, ne is hozzatok. A rák a gyomrozokat. Ez már nem vicces. Ide jövök én. A módkori sérelmem az sokkal mélyebb volt, mint hogy egy zsákban durrancsuk le. Ezért neked most itt fog véget érni a film. Konyec filma. Blech. Figyelj már ide. Ha én nem most egyszerűen kikerülök, úgy segbe basszak, hogy bércarsz egy évig, te gyászos. Jó, jegyezd ezt meg. A 70-es fölszalad az agyadig, te csövesgetsz. Figyelj, öreg, mondjál mindent, el fogok számolni háromig, addig mondjál mindent, amit szeretnél. Ez egy álom lesz. Nem lesz álom. 2 és 3. Nem lehet álom, mert azt már ellőttük, nyilván ezt nem lehet kétszer előtt. Valószínűleg az öreg megint kettős. Az ő elméje szokott. Te még mindig egy T-3000-es szexisten vagy. Egy villás faszú, egy fáradhatatlan és megtörhetetlen baszó és szoptató. A legnagyobb faszú prototípus. Még mindig azért vagy itt, hogy megváltoztasd a kibaszott képét. Itt az idő, hogy összeszed magad. Megváltoztathatjátok a jövőt. Ó, de imádom ezt a zörét. Szoptatógép. Uram, hol sírt ennyire? Figyeljetek már, de most szétbassz az ideg. Na mondja, mi uram, miért mondja, segítetek? Elmondjam, mi van? Alig várjuk. Figyelünk. Fölhívott egy faszopó. Telefonon. Igen. Hogy adjak neki 10 milliót. Mert a barátaim ott vannak nála. Értesz? Szóljak az embereimnek, elintézni. Hányan vannak? Úgy kéne látszódni, hogy egyedül megyek ám, de ezek valami buzik, szóval biztos levárnak minket. Értesz? Öreg, menj arrébb, beszélünk. Hallunk, persze. Várjatok egy picit. Most nem elmegyek, elszívok egy cigit. Na mi a helyzet? Letettük. Mi történt öreg? Írt egy buzi egy SMS-t, hát. Nem te voltál? Elrabolták őket, hát. Kiket? Hát a spanyaimat, geci. Céklát, Lókert, Ferit. Érted? Ki raboltál? Hát azt nem tudom, csak egy SMS küldött. Küldött egy SMS-t. Ezek az oroszok voltak, öreg? Nem tudom, mert SMS-t írtak. Lehet, hogy az oroszok, mert uborka szagú volt az SMS-nek. Várj, öreg, utánuk nézek. Mindjárt jelentkezek. De figyelj már, ne szóljak a cimboráimnak itt, hát! Azok tudnak gyönni. Ne szóljál nekik, majd én intézkedek öreg. Na mindjárt jó. Beszélünk. Szóval az előbb, amit elmondtam, jó volt az a történet? Ez az új forgatókönyv alapján egy akciófilmet készítek. Nagyon izgalmas volt. Kíváncsi voltam a reakciókat. Már kezdtünk megijedni. Tényleg, hát? Akkor ez jó lesz, ugye? Hát én már riadóztattam az embereimet, uram. Mert most pornóparódiákat fogok csinálni, és úgy fogják ezt hinni, hogy a 070-es ügy. Szerepelhetek benne? Szerepelhetek benne? Már nagyon elkezdtem aggódni a testi épségéért. Sex agent. Én leszek a főszereplő, és bevágom mindenkinek a nyugdíjas paszt. De most viszont egy kis magányra van szükségem. Szóval beülök ebben a rákba, azt elhagyom a paszba. Persze elszívok egy cigit, meg beteknopolozok. De majd kérem, ott van magára, uram, okay. Nagyon vigyázzon mossatok magára. Kezet. Rendben, uram. És kezeket rendben. A paplan fölé. Tali, sziasztok! Ali. Van egy kis info mellekről az oroszokról. Na mi? Főnöknek van egy lánya, és az egyik szigeten van a lány, az egyik házukban, ami kastélyban, nem tudom mibe. Próbáld meg elrabolni a lányát. A lányáért bármit megtenni. És ha megbaszol, az hát lesz. Hát lehet, hogy fájni fog neki. Beverdesem neki. Meg az apjának is. Na jó van, és tudod, hol van, mert nem megyek akkor. Mindjárt küldök egy koordinátát. Ó, nagyon nehézé vagyok, titkos ügynök. Remélem, tudsz húszni, öreg? Hát? Inkább csak lebegni tudok, mondjuk azt. Mint a szardarab. Van egy ember fent a toronyban, a másik három embernek bent van a lányjal az épületben. Mi van, ha beadom, hogy én vagyok a postás, a pizzakutár? Faszomat belerakom a pizzás dobozba. Hát, öreg, fegyverre nem hiszem, hogy sikerülni fog.
Arák meg ez hát. Szotyi veled, kis ribi. Ugorjál fönn? Ugorjál fönn? Tedd fönn a kezed, van még valaki az épületben? Biztonságiak, biztonságiak. Na, semmi. Ott van az ember. Tudom. Én, mi volt az az erotikus nyögés? Hát dobd fönn a kezedet. Előttem haladjál, mert megyünk a papihoz. Látod, milyen szép lépcsőt csináltam ide neked, azt ez a hála. Meg kell pofozni, öreg, nincs mese. Na komolyan mondom, geci. Itt van az a tüdőfejű jányod. Elcseréljük a barátaimra szépen. Vagy pedig... Mi van, ott volt egy százasá? Szóval... Megnéztem. Szóval... Gyere, hozzad ide, mi elmiatt, de ki fog külni a gyomrad, annyit beszél, azt hozzad ide, Matroskám, a jamat elviheted innen a koszos barátaidat, siessél, blé! Na először is én diktálok, passzopó! Most gyere, már! Gyere, tudod, diktál! Befogod a pofádat, meg kiterítem a jányodat, ja. A szétküldöm, üljén be, te tüdőfejű! Jozzad ide fele! Ugye kemény öreg! Jött várlak, de siessél, nem hogy bántódás siessék! Jó, van, szobnál le magad! Szobnál le magad! Szobnál le magad! Szobnál rák a fejed! Faszom mágjam bele! Ekkora köcsögöt, tiszta izé! Apja ez a jány! Mit mondott apu? Azt, hogy vigyelek a gyászba, mert valami van, mint egy szar! Azt mondta! Hát ez biztos nem mondta! Azt mondta, hogy alig bár, hogy megpusztuljál! Ezt mondta! Nem hazudnék neked! Értesz? Értek én mindent. De most mit csinálsz? Miért rángatod a kornet? Baktáló testvérek, szia! Jaj, Matroska Maria, hogy került el ez a csúnya vén emberhez? Nézd meg, hát úgy leszopott, hogy még az oktim a szájába került. Jaj, szájunk, miért szopott le? Ne szállján ki, te csöves! Szállján vissza! Látod itt a pegyver... Nem simogatta a combod? Ez? Én, hát ő simogatta az enyémet, hát. Gyere, öreg, gyere, sziasztasd a lányomnak az életét. Gyere szépen, és cseréljük el a barátaidat. Na először, ha nem akarod, hogy kiterüljön a szélvédőn ez a gyászos kis kurva, akkor vonultassad ki ide középre a cimboráimat, hogy lássuk szépen egymást. Azt a buzi barátaidnak azért szóljál, hogy le kéne rakni a szerszámot. Mert be vannak feszülve, ja, mint Póka Lucernásból. Nézd ja, meg! Hiába rakják le a szerszámot, érted, olyan van alattuk, hogy kijöttik a szemed. Úgyhogy nyugodjál meg, ne feszülj be a fegyvert, meg vedd el a lányom fejétől, mert probléma. Az a baj, bundáskenyér volt ebédre, azt megcsúszik a ravaszon a kezem, akkor ez kiterül. Kiterül az agya neki, mint a málna szörp. Na most elmondom, mi van, oké? Na, mondja nekem, jövő. Azok közül, akik ott érdelnek, az egyik leszopott, megerőszakolt. Érted? De nem én voltam, de nem ez a lényeg, hanem sok izén van, köcsögök, érted? Nem annyira kedvesek nekem, mint neked a jányod. Miért művészeti cserépedény, azt akarod mondani? Ez igaz, hát. De nem ez a kérdés. Ja, hát milyen nyár közös nevezőre jutunk itt a végén. Szóval akkor úgy kell csinálni, hogy egyszerre cserélünk, és a barátaid leteszik a fegyvert oda a kapuba, érted? Oda izé a deszkákhoz. Oda le kell tenni. Szállj ki neki sorba! A fegyverét az úriember! Szállj ki a gyászba! Szállj ki! Jó, akkor mi elindulunk. Van a szépen biztonságban, ez egy gyerek kicsi matkos. Gyertek, geci! Szia Lóker, szia Pali és Cékla. Ezeket a passzopókat. Mi a fasz? Nem száll be! Menjetek! Mi a Cékla? Mi a geci? Cékla, hova mész? Hova mész? Menjetek! Menjél már, ott jönnek! Van fegyver nálatok? Gyerünk öreg, segíts! Te segítsél, Lali! Megcsípte az én a passzom a kígyó megint, hát! Nincsen nálam fegyver! Hát vegyén ki! Vegyén ki! Nehogy engem lőjetek le, geci! Mostantól a nevem Tóink Apri előre. Tojás! Apri Tojás! Gyerünk, Tégla, tép ki a szárnyát, hát! Mik a gyerek? Váratok már, mert... Neszki. Mi? Ez a dealer. Az egy svig. Jaj, ez a két faszapóna, erről van szó. Mi? Váratok már egy kicsit, mert ez a dealerem. Szevasztok! A Juan úrral négy szem közt. Szevasztok, geci! Mi a helyzet? Ki ez a kikopott tornacipő? Elnézést kérek, uram. Önt Juan Pablo Alvarez Carlos Daniel Esmeralda Punyellának hívják? Há, hogy nem? Igen vagy nem, mert válaszoljon. Igen. Sajnálom. Sajnálatos tévedés történt. Akkor nem. Összekevertük őt. Ugyanez volt a család neve. Viszont Alexandernek hívják az igazi örököst. Ez az-e? Viszont én vagyok.
Figyelj már, tudom beszélni négy szem közt. Juan Pablo Alves Carlos Daniel Esmeralda Alexander. Szandálos buzi. Figyelj már ide. Ja, mert akarom mondani. Ön pedig Juan Alexander. Carlos Esmeralda Daniel Puniella. De most itt ne veszünk el a részletet, ebbe bassza meg a kurva is te. Uram, vissza ki kellene szolgáltassa a pénzt, ami... Mi? Milyen pénz? Pénz? Mi? Pénz? Milyen pénz? Az a baj, hogy... Sajnos a pénzt vissza kell adni a jogosítkosének. Na jó, el kell mondanom valamit. Most kaptam ezektől a regényeket. Jöjjön félre, uram. Beszéljünk normálisan, csendben. Normálisan beszéljünk. Hát de miért? Ránk is ránk tartozik. Ránk tartozik, hát a barátaim. Nem tartozik. Jó, most nem érdekelnek minket a kapcsolataik. A pénzt azt vissza kéne szolgáltatni. Hallgass már, nem rossz már, geci. Fön akarsz... Fő vagy puffadva, rád berek, hogy leereszten. Még egy szó, és hívom a barátomat, nukleális támadást indítok. A házuk ellen, hát. Atombomba zuhan oda, hát. Fön akartok baszni? Nem tudjátok, kivel baszakodtok? Ketté vágom a földgömböt. Tenyérillel, hát! Tenyérillel vágom ketté a földgömböt. Ne basszatok föl, elmondom, mi van. Faszopok. Na mi van? Ma én is kíváncsi vagyok. Na, nem neked mondtam, Lauker. Is. A barátok, nem, nincsenek barátok. De egy Joker, el. Nem Lauker. Nincsenek, mit mondtál? Nincsenek barátok. Na jó, gyert. Menjetek a kurva anyátokba, buzi. Szóval a rendőrségnek mielőbb. Na jó, csak miattuk ráztam le őket egyébként. Figyeljetek már ide. Nálam van a pénz, passzopók. Nem adom vissza. Igen, tudjuk, hogy önnél van, és vissza kell szolgáltassa. Mit beszélnél? Gyere, Rosemar Gepsi, dobd fel a kezed, na. Gyere, bedd már el a pénzt. Én nem szeretnék semmilyen fizikai erőszakot alkalmazni. A pénzt szeretnénk visszakérni normális körülmények között. Na jó, na jó. Visszakaphassátok, de 100 000 az enyém belőle. Vagy pedig nem kapjátok vissza. Nem, szó sem lehet róla, uram. A teljes mértékben a jogos örököséhez. Na jó, egy most telefonálok egyet, Egy pillanat. Haló, szia, figyelj csak. Egy nukleális támadást kéne indítani egy koordinátára, rendben? 3 vadászképet, 4 terminátort, és egy szőnyegbombázást szeretnék. Elküldöm SMS-be a kordit, rendben, és döglött zsiráfokat is dobjatok le utánuk. Így van. És 3 kosár párzó tacskót, hímet, akinek áll a passza, hogy megbassza a hullájukat. Rendben? Köszönöm szépen. Na jó, ma visszaadom a pénzt, a rák egyekkel a gyomrotokat. Nagyon szépen köszönjük. Minnyáján hullanak a döglött zsiráfok. Ez nagyon jó volt. Kurva jó volt, geci. Kurva jó volt. Hallod, öreg? A mondás. Egyszer fenn, egyszer nem. Rén, geci. Megérdemeltétek el. Gyász a pejetek. Öreg. Na? Ne szokd meg, hogy segítek. És azért segítettem neked, mert jöttem neked egyen. Nem tudom, emlékszel-e még rá? Emlékszek, hát. Na, szívesen. Segítségetek. Kösz. Figyeljetek már ide. Na mi a stájsz? Nagyon nagy bajba vagytok. Nagyon nagy probléma van megint. Összehívtam a lakóközösséget, és mint közös képviselő... A barátaidat? Igen, oké, figyelünk. Mondom, mint közös képviselő, itt a közösség érdekét képviselvén, szavazásra kell bocsájtani, hogy hát örömmel értesített mindenkit jelenlévőt, hogy megválasztottak, ebben a pillanatban teljesen hivatalosan a híd alatti közösség és community miniszterelnökének. A mai naptól diktátori rendszer fog itt uralkodni, ennyit akartam mondani. Köszönöm. És megkérdezhetem, hogy mi lett véletlenül, hova tűnt a lapostányér méletű tüdő daganatod, ha? Mondd már meg. Az most meggyógyult. Igen. Na, hogy igen. Meg is gyógyult. Elmentem izébe, figyeld, úgy volt. Elmentem az orvoshoz, mondom neki, Dick Marrel to Devla Sostar Muroklán. Azt mondja, hogy Krécsimo, you are sexy. Mondom, úristen, itt van a stexi. Beadta az ampullát, mondom, úristen, gumibogyó szörpök hörpölése történt, és kész, bassz meg. Érted? Azt mondta, tényleg? Ennyi volt, hogy gyógy. Aztán elhaláloztam. Igen, és akkor még kiderül, tudom, hogy te vagy a Terminátor, gondolom. Nem, azt is, nem. Az nem. Utána az ma jött nem az, hogy Grézus vagyok, Jézus leszármazottja. Metamfetamin és akkor így, érted? Ennyi, bazd meg. Újra fölkeltem, 3. napon, arrébb rúgtam a malomkövet a izén, a barlangon, ahol elpöldeltek, lerántottam a leplet, azt néztem, Dick, mondom, áll a cerka, tudod, reggel, mikor fölkelsz. Kis sattyogtam, szandálba, én mondom, élek Szotyiban veletek, tekerjünk egy blantot.
Azt utána ide jutottunk, bassz meg. Öreg, nem akarlak félbeszakítani, de ez a motor nem kerül fel a lantámba, úgyhogy jó lenne elmondanád, hogy mi a fasz van, ezt leállnál a kurva metalkatamival, mert nekem munkám lenne. Amúgy igen. A csórok fönn akartak szögelni valami lambérjen madárdeszkákra, mondtam, hogy visszagyövök, ha elrigyetek a vízonól, mert ezen a telirüsztös NB1-es jobbossal megküldöm az egész bandát, az fekszik mindenki, nem hittek nekem. Azt elfutottak? Elfutottak. Öreg, öreg, kérsz egy cigit? Nem, most szívom, nem látod. Hallottuk, hogy pénzről beszéltettek, mi lett a pénzem? Kiben? Elvették tőlem, hát. Ja, igen? Elvették. Én pont úgy is bálek, mint aki visszaadja. Geci, mondom, hogy elvették. Hát mondom. Elvették-e? Hát akkor volt pénz, amit elhangadtál előlünk, ugye öreg? Amúgy igen. Az a másik rosszul. Akkor az nem szanatórium volt? Nem szanatórium volt az? Mondd el, ezt a közösségi nyomást, ezt nem tudom tovább hallgatni. Nem bírod. Le kell döldöm, ezek a nagy traumák, hogy megtudtam, hogy Grézus vagyok, le kell döldöm. Jó éjszakát! Jó. Hát, nem adjuk ennyibe. Jó éjszakát, nagyon jó éjszakát. Sziasztok, Grézus. Lajos, Grézus. Gyere ide, hát. Gyere ide, kurva anyádat, te nekem ne csúfolódjál. Csúfolódod? Én csak mondtam. Te csúfolódod! Nem. Most pusztulj már innen. Kurva anyád, ezt itt van, ne bántsátok egymást. Tudom, megyek lefeküdni, aludni, szevasztok. Jó éjszakán. Megyek én is. Ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt, kedves barátaim. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Itt lesz vége a streamnek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Szexes, és hello mindenkinek. És szevasztok. És csá. És wow. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, kis csoki rokszotyi. És köszi mindent. Shelly.